Jön egy devizahitelesek számára rosszul csengő mondat, úgy hangzik teljes egészében, hogy a Kuria Polgári Kollégium a jogegységi határozatában hétfőn úgy döntött, nem ütközik jogszabályba, sem jó erkölcsbe, nem uzsorás és nem színlelt szerződés a deviza alapú kölcsönszerződés. Galcsikné Erdős Éva, Banki Hitelkárosultak Egyesületének szakértője, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt lehetett remélni, hogy valami más eredményre jut a Kuria a szerződések megvizsgálása alapján? Azt hiszem, aki, na, ha nem is ért hozzá, de józan paraszt észre belegondol a helyzetben, akkor nem remélhetett komolyan ettől másfajta döntést. A helyzet az egy tisztán jogi helyzet, vagy ennél bonyolultabb a képlet? Bonyolultabb a képlet, de a Kúriának jogilag kell értelmezni. Hát most csak arra gondolok, hogy a Kúria szóvivője kimondta, a kollégium vezetője egészen pontosan Velman György ezt a mondatot, és onnantól kezdve a forint drasztikusan erősödött, az OTP a tőzsdén szárnyalni kezdett. Hát magyarán szóval a piacok megkönnyebbültek, felélegeztek, a magyar bankrendszer talpon marad. Lett volna másik opció? Biztos, hogy lett volna másik opció, hogyha egy kicsit ennek a mélyére ásunk, de jelen pillanatban én azt gondolom, hogy más döntés nem születhetett. Tehát, hogyha ugye megnézzük ezeket, mert ugye szó volt arról is, hogy az volt a kérés, hogy azért szülessen meg a Kúriának ez a döntése, mert különböző perekben különböző egymásnak ellentmondó ítéletek születnek, és hogy ezt akadályozzuk meg a jövőre nézve, akkor mondjuk ki, hogy mit jelent ez mindenki számára, ha egy ilyen kérdése a bíróság felé fordul. Most egyszerűsítve, mindenben a banknak van igaza, ez ezt jelenti szinte teljes egészében, nem? Nem ezt jelenti. Ugyanis, hogyha ezt konkrétan végigolvassuk, nem a banknak van igaza, hanem amit a szerződésbe lefektettek a felek. Abban általánosságban nincsen olyan támadási pont, amit próbáltak egyes emberek, szervezetek érvényesíteni. De ez nem azt jelenti, hogy a banknak van igaza. Nem is azt jelenti, hát hogy... ebben a vitában a banknak, hát a bank mindvégig, azt a bankszövetség is mindvégig ezt állította, így amit van, most itt kimondott a Kúria. Így van, hogy ez jogszerű. És ugye azt ne felejtsük el, hogy azért ebben kimondva is benne van az, hogy ha és amennyiben van olyan törvény, olyan rendelet, ami máshogy fogja szabályozni ezt a kérdést, mert ugye jelen pillanatban nincs, akkor nyilván ők máshogy fognak dönteni. És azt is tudjuk, hogy jó alkotásra a parlamentnek van lehetősége. Tehát innentől kezdve a Kúria is kimondta azt, és ez sokszor most már elhangzott tegnap is, a mai nap folyamán is, hogy jogalkalmazó. Tehát ő megnézi azt, hogy mi van leírva az egyes törvényekbe, és azt alkalmazza. És kimondta azt is, hogy ilyen módon ez innentől kezdve igazán nem jogi kérdés. Nyilván vannak olyan speciális ügyek, ugye maga a Kúria is változatlan számomra érthetetlen módon az Európai Bírósághoz fordult, mert ő döntésképtelen az egyedi szerződés, egyoldalú szerződés módosítások ügyében. Tehát vannak ügyek, ahol lehet jogorvoslatnak helye, de alapvetően unblock, ezek a szerződések nem támadhatók azért csak mert. Így van, tehát érvényesek, és ezen nincs semmi appellátó. És akkor most jön a fekete leves, ugye a kormányzat kimondott bizonyos mondatokat. Például kimondta azt, hogy jövőre már nem lesznek devizahitel szerződése, mert ők garantálják, hogy kivezetik ezt a rendszerből. Kimondták azt, hogy az összes devizahitelest megmentik. És akkor most ugye a Kúria visszadobta, tehát a jog nem menti meg őket, jogszabály kellene, hogy megmentse őket. Így van. Ki fogja ezt meghozni, milyen alapon? Hát én nem tudom, de azért látjuk most már több mint 3 éve azt, hogy jogszabályok születnek. Hogy ki az előterjesztője és ki az elfogadója, az egy dolog. Az, hogy ezek a jogszabályok mennyire jók vagy rosszak, ezt is az idő majd megmutatja. De ugye jogszabályt módosítottak, a HPT-t módosították nagyon sokszor, amikor bejött a végtörlesztés, az árfolyamgát, stb. Ugyanúgy jogszabály módosítással történt ennek a megoldása. Azt, hogy mit mondanak és mi valósul meg belőle, én azt gondolom, hogy ez kicsit elválik, hiszen ugye sokszor hallottuk azokat... Tudja képzelni, a választás évében 4-5 hónappal a választások előtt a kormány nem akarja ezt az ígéretét betartani? Azt, hogy be akarja tartani, én ebben biztos vagyok. A kérdés, hogy milyen módon fogja tehát ezt most betartani. Jöhet az, hogy azt mondja a kormányzat, hogy 180 forintos árfolyamon visszaváltunk minden devizahitelt? Például. Bármit mondhat, hiszen csak jogszabály kell hozzá, és ezt a Kúria sem mondta. Hát akkor a bankok csak időlegesen úszták meg. Tehát ez a nagy szárnyalás és reménykedés, hát, hogyha... azért, mert a Kúria így döntött, ez nem jelenti azt, hogy a bankrendszer túl van rajta, hanem most egy kegyelmi állapot van nyilván karácsony környékén, amikor most egy kicsit nem foglalkozunk ezzel, és aztán majd lesznek remek ötletek. Igen, de ezt látjuk ugye az elmúlt 4-5 évben, tehát nem csak ebben a kormányzatban, már az előzőben is, hogy húzzuk az időt, és várunk valamire, hiszen az árfolyamgát is arra épül, hogy egy mostani problémát megpróbálok időben valahova elodázni, ahol már hál' Istennek talán nem az én felelősségem lesz, vagy ha az enyém, akkor is azt mondom, hogy adtam időt annak a dolognak a megoldására. De hadd mondjak el még valamit, mert Kúria ide, Kúria oda. Ugye azért van itt felügyeleti szerv.
ami most már az MNB. Van itt a békéltető testület, van itt azért a bíróságban döntései, és nem azt mondtuk ki, ugye, hogy a szerződésben semmi olyan pont nincs, ami ne lenne támadható. Ezek egyedi szerződések, de vannak olyan szerződések is nyilván, amik általánosak, hiszen nem mindenki személyre szabott szerződést kapott, hanem egy általános sémát formáltak rá. Hogyha ezekben a szerződésekben van hiba, már pedig van hiba, és hogyha ezt megtalálja akár az MNB, akár a bíróság, miért nem lehet azt mondani, hogy akkor ennél a pénzintézetnél az összes ilyen szerződésben kérem átvizsgálni és azt módosítani. Tehát rengeteg olyan lehetőség lenne, ami felett elsiklunk, és megpróbálunk valami nagyot durrantani, és azt mondani, hogy ez mind semmis, vagy hibás. Igen, mert ez nem feltétlenül jogegységi határozat kérdése. Ugye itt ugye a felhívás a kormányzat részéről, a miniszterelnök részéről, Rogán Antal részéről úgy szólt, hogy döntsék már el, hogy ezek érvényes szerződések, deviza van-e mögöttük, vagy csalás az egész. De... És hát gyakorlatilag azt mondta ki a kúria, hogy nem csalás az egész, legfeljebb kicsit álmítás néha. Jó, de hogyha én jogszabályban ugye azt módosítottam, hogy meghatároztam, hogy mi az uzsora. Miért nem tudom azt meghatározni, hogy és egyébként az árfolyam különbözetnél mi az, amit el tudok fogadni? Tehát az, hogy általánosságban azt mondom, hogy bármekkora árfolyamot az adós viseljen, miért nem tudom azt mondani, hogy igen, árfolyam változás mondjuk 30%-ig az adósé. Utána a bank nem intézkedik, hát ez, az már de az övé. Nem a kúria ügye. Nem az övé, ez jogszabály. Ezt igen, hát ennyi. Ezt valakinek ki kell mondani, és aztán majd a bíró dönt. Ez egy színház, amit most játszunk, mindenki passzolgatja a jobb labdát egyszer ide, mint hogyha forró lenne a kezemben. A közönség a legizgatottabban ül a nézőtéren, és várja, hogy mi történik velük, a devizahitelesek. Így hát van, ők nem színházba fizettek be nyilván. Nem velük színház. Most mi lesz? De most mindenki arra vár, hogy ki mond nagyobbat. Tehát én mindig azt látom, hogy annak a pártját fogjuk, aki valami nagyobbat mond. És mindig abban fogunk reménykedni, ami számunkra a legjobb hát, lenne. Mert ő adja a reményt, hát hogy nem? Az igen, de a remény az nem ad megoldást. Tehát mindenkinek, és az a legnagyobb bámítás, amit meg elmondanak, hogy igen, a bankok mindenben partnerek, és adnak segélycsomagokat. Igen, de ezt tegyük hozzá, hogy kizárólag annak, akinek már semmilyen nincs. Aki pontosan fizet, és van vagyona, az semmitől nem menekül meg, és annak mindent az utolsó fillérig ki kell fizetnie. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm. Jön a híradó, aztán folytatjuk.